Minél több fájdalomcsillapítót szed valaki, szervezete annál ellenállóbb lesz a készítménnyel szemben, így vagy nagyobb dózis kell, vagy pedig egy másik változathoz kell nyúlni. Bizonyos készítményekre egyenesen rá lehet szokni, a napokban nagy sajtóvészhangot kapott a fájdalomcsillapítóktól való függés. Fájdalomcsillapítók, altatók, nyugtatók, orrcseppek, hashajtók. A leggyakoribb készítmények, amire könnyű rászokni, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ezek közül a gyógyszerek, vagy sok esetben gyógyhatású készítmények közül vannak, amelyek vény nélkül is kaphatók. Így csak becsült adatok vannak arra vonatkozóan, mennyi gyógyszerfüggő is lehet Magyarországon. A napokban a sajtóban megjelent adatok szerint körülbelül 200 ezerre tehető azok száma, akik naponta szednek valamilyen gyógyszert, kivételt jelentenek ez alól a krónikus betegségekre felírt és szedett készítmények. Az indokolatlanul bevett tabletták veszélyesek, egyrészt a lehetséges mellékhatások miatt, másrészt a gyógyszereket csak pontosan előírt mennyiségben és meghatározott ideig lehet alkalmazni. Itthon például széles a kínálat a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókból, akut bajra szedhetők, de hosszantartó alkalmazásuktól óva intenek az orvosok. Itthon a patikákban megbízható és szakszerű felvilágosítást a gyógyszerészektől lehet kapni. A témát folytatjuk itt a stúdióban, dr. Koppányi Artúr pszichiáter a vendégem, jó estét kívánok. No hát mindenkire rá van bízva, hogy az orvostól és a gyógyszerésztől megkérdezi azokat az információkat, ami szükséges ahhoz, hogy egy-egy gyógyszert indokoltan és meghatározott ideig szedjen. No, azt is hozzá kell tennem, hogy azért az interneten is nagyon sokan tájékozódnak mindenféle készítményekkel kapcsolatosan, hogy ez helyes, nem helyes, erről az orvosok különbözőképpen vélekednek, de a legfontosabb kérdés, hogy mikor lehet azt mondani, hogy valaki rászokott már egyfajta gyógyszerre vagy készítményre? A függőségnek annak vannak részben meghatározott kritériumai, részben meghatározott tünetei, amikortól arról beszélünk, hogy valaki függővé válik. Négy lépést szoktunk megkülönböztetni, hogy hogyan válik valaki függővé. Az egyik az, amikor megmérgezi magát idézőjelben, ez az intoxikáció, amikor beveszi ezt a szert. Aztán, amikor elkezdi habzsolni, amikor egyre nagyobb mennyiséget fogyaszt belőle, utána elkezd a szervezet, utána sóvárogni, és aztán végül meg kialakulnak a megvonásos tünetek, amikor már hiába szedi, akkor is vannak jelei annak, hogy még többet kellene neki szednie. Van, amikor felismeri az, aki szedi, hogy itt valami baj van amikor nem. De amikor akár felismeri, akár nem, a függőség az egy olyan állapot, hogy kiköveteli magának, hogy valamit csináljon. Vagy fordul szakemberhez, vagy pedig maga próbálja megoldani ezt a dolgot. Gyógyszerfüggőkkel milyen gyakran találkoznak önök a praxisban? Napi rendszerességgel. És akkor ők úgy gyógyszerfüggők, mint az egyéb szenvedélybetegek, vagy pedig, mert annyira furcsa, amikor azt mondja a pszichiáter is, és a toxikológus is, hogy például aki rendszeresen szedi a fájdalomcsillapítót, vagy a hashajtókat, vagy az orrcseppeket, egy kalap alá vesz, és akkor ebbe a 200 ezer gyógyszerfüggőbe besorolja őket. Tehát, hogy milyen gyógyszerfüggők azok, akikkel önök találkoznak? Mit szednek? Mindenfélét lehet. Megkülönböztetjük azt, hogy valaki kémiailag addiktív, valamilyen kémiai szerre, vagy pedig valami viselkedési addikció van. Most a kémiairól beszélünk igazándiból. Benne van a nevében is gyógyszer, vegyszer, tehát valamilyen olyan készítmény, amely kívülről idegen anyagként jut be a szervezetbe. És attól függően, hogy mennyit használ, vagy milyen fajtát használ, alakulnak ki azok a megvonásos tünetek, vagy azok a kényszeres cselekedetek, amelyek arra sarkalják, hogy vagy ugyanannyit, vagy egyre többet használjon belőle. Nehéz erről leszokni? Igen. Komoly önfegyelmet, komoly odafigyelést igényel, és nem is mindig sikerül. Na most vagy akár a magatartási zavarral összefüggő addikcióról beszélünk, vagy függőségről, vagy hogyha már egyfajta gyógyszerhez hozzászokott, és akkor azt szedi. Mind a kettő egyaránt nehéz azok a megvonások, vagy azok az eltiltások, ami egy ilyen leszoktatással jár? Mit látnak? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát és leginkább és legfontosabb az, hogy az elhatározás megszülessen valakibe, hogy rádöbben arra, hogy ez nem jó tovább, nem tudja így csinálni, és hoz egy döntést, hogy igen, én ezt abba akarom hagyni. És akkor onnantól kezdődik a nehéz dolog.
amikor meg kell küzdeni a megvonásos tünetekkel, meg kell küzdeni azzal, hogy az a állapot az, bár szenvedett tőle, de mégis jobbnak érzékeli, jobbnak érzi, mint az, amiben éppen pont jelenleg van. És amikor az első fájdalomcsillapítókat és a többit magukhoz veszik, vagy beveszik ezek az emberek, akkor milyen célra kezdik el szedni? Mert hogy itt nagyon nem jön, vagy nem látjuk mi azt, hogy honnan jön ez az egész, tehát hogy mitől válik valaki gyógyszerfüggővé, ennek pszichikai háttere vannak, vagy pedig tényleg egyfajta szerhez való hozzászokás. Mert ugye az, ami most elindította a sajtóban az erről való beszédet, tulajdonképpen az, hogy Amerikában túl sok fájdalomcsillapítót kezdtek el szedni az emberek, és nem csak akut betegségekre, problémákra, mondjuk egy fokhúzás után, hanem krónikus betegségekre is fájdalomcsillapítókat szedtek, ami egyfajta függőséghez juttatta őket. Ez attól is függ, hogy annak a fájdalomcsillapítónak mi a hatóanyaga, mert ugye ezek általában ezek a kívülről bejuttatott kémiai szerek, ezek valamilyen receptorhoz kötődnek, egy fehérje molekulához a sejt felszínén, és annak ezáltal megváltoztatják annak a sejtnek a működését. Na most, hogyha ez a működés ez olyan, ami nem tud visszaállni magától, akkor újra kiköveteli magának azt, hogy jöjjön a következő, ami ugyanoda kötődik, és akkor ugyanezt a hatást fejti ki. És hát ez a baj, hogy amikor valaki elkezdi ezt szedni, tehát a gyógyszerszedésnek az az alapszabálya, legalábbis a logikus szabálya, hogy a lehető legrövidebb ideig, amíg szükséges, a lehető legkisebb mennyiségben, amennyi szükséges, és kontrolláltan szedje. Hogyha ezek közül valamelyik felborul, akkor nagyon könnyű vele visszaélni, saját magának is, vagy másnak is. Fájdalomcsillapítóknál előfordul, a hashajtók azok, van, akinek ez egy olyan megtisztulási érzést jelenthet, ami miatt ezt ő használni akar. Az orrcsepp az is egy nagyon érdekes dolog, mert ott pedig a nyálkahártya duzzanatot, ha megszünteti, akkor kapja a levegőt, ha elmúlik a hatás, akkor újra beduzzanak a nyálkahártyák, és olyan, mintha meg lenne fázva, mintha náthás lenne, akkor újra fújja, és bizony el kell tennie 3-4-5 napnak, mire ha meg tudja állni, hogy ezt nem használja, ahhoz, hogy újra úgymond szabadon lélegezhessen. Hogyha gyógyszerészekkel beszélgetünk, akkor azt mondják, hogy érdekes módon nem csak azokból a gyógyszerekből fogy sok, amely vén nélkül kapható, hanem a receptre felírt gyógyszerekből is. Na most jön a kérdés rögtön, hogy akkor talán az orvosok is túl sok, vagy rögtön a gyógyszerek felé irányítják a beteget, pácienst? Ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés. Mind a két félben van hajlam arra. Az egyik fél az szeretné, hogyha kapna valamit, a másik meg lehet, hogy túl könnyű kézzel írja ezt fel, mert könnyebben boldogul azzal a pácienssel, vagy azzal az esettel. De tény és való, hogy sokkal több gyógyszer fogy én szerintem, mint amennyire szükség lenne egyébként. Most ez érdekes, mert pont egy pszichiátertől kérdezem, hiszen az antidepresszánsokból is elég sok fogy itthon. Ezt is lehetett hallani egy időben. Talán a legkevésbé az antidepresszánsok, amelyek addiktívek. A mellette levő szorongáscsökkentő nyugtató gyógyszerek azok, amelyekhez sokkal könnyebb hozzászokni, sokkal nehezebb leszokni róla. No, hát ez egy külön témát is megérne, hogy milyen esetekben és mikor indokolt és meddig ezeknek a gyógyszereknek a szedése, de hogyha már itt tartunk, akkor mikor jön el az a pont, amikor már a páciens is arra gondol, hogy gyógyszerfüggő vagy gyógyszerfüggővé vált, és egészségkárosodást is szenvedett olyan mértékben, hogy le akar erről szokni, hogyan tudnak segíteni a szakemberek? Az, hogy ha a beteg saját maga felismeri, hogy itt van valamilyen probléma, az a legjobb eset idézőjelben, a legjobb eset. Sokszor inkább úgy derül ki ez, hogy a hiánytünetek miatt fordul valaki orvoshoz, nem tudván azt, hogy igazándiból ez már egy függőség, de különböző vegetatív labilitások, indoklatlan feszültségek, olyan türelmetlenség, olyan ingerlékenység jelentkezik, amit igazándiból nem lehet magyarázni külső okokkal. Aztán később az anamnézis felvételén kiderül az, hogy hát itt bizony egy folyamatos és állandó gyógyszer szedés, vagy valamilyennek a használata van. Áll a háttérben. Így van. És sikeresen lehet ezeket a terápiákat végigvinni? Mi a tapasztalat? Van, akinél igen. Tehát ez, vannak szép sikerek is, de például egy gyógyszerfüggőségtől viszonylag nehéz megszabadulni. Érdekes módon az a tapasztalat, hogy néha nehezebb, mint mondjuk egy alkoholfüggőségtől megszabadulni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, beszélgethettünk a témáról. Köszönöm szépen én is.